November első két napján eltávozott szeretteinkre, barátainkra, ismerőseinkre emlékeztünk, sírjukat meglátogattuk és mi is ezt gyújtottunk, hogy a szép emlékeket felidézzük. A tetétleni önkormányzat és a tetétleni református egyházközség is minden évben több helyszínen is megemlékezést szervez. A templomkertben található emlékműnél az első és második világháborúban elesett hősi halottak előtt tisztelettek a tetétleniek. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt emlékező közösség! Amikor a halottak napja közelettével az emlékhelyeinken összegyűlünk, fontos lenne meggondolnunk pontosan, mire és miért is emlékezünk. A válasz nagyon is egyszerűnek tűnik. Ma itt a hősökre emlékezünk. Azokra, akik életüket adták hazánkért. Emlékezünk azokra a katonákra, akik a két világháborúban vérüket ontották Magyarországért, Magyarország szabadságáért, függetlenségéért. Őrző lángot gyújtunk mi is, gondolatban és tettben, fejet hajtunk a hazánkért folytatott harcok során, hősi halált haltak és áldozatok emléke előtt. Jókai Mór örökérvényű szavai különösen igazak azokra a katonákra, a hősökre, akik megtették azt, amit megkövetelt a haza. Hősi halált haltak, vagy távol hazájuktól hadifogolytáborok valamelyikében számolták a perceket hazatérésükig, ám sosem láthatták újra feleségüket, gyermekeiket, szüleiket, mert elragadta őket a halál. Lélekben ma újra temetjük hős elődeinket, szeretteinket, mert talán nincs olyan család Magyarországon, amely ne veszített volna el legalább egy apát, fiút, fivért a nemzetet próbáló háborúkban. A lélekharang ma értük szól, a gyertya ma nekik világít. Hősök ők. Hőseinkre, nemzetünket megtartó hitünkre emlékezünk ma. Az a nép, amely megtagadja múltját, elveszíti létjogosultságát a jövő nemzetei sorában, aki pedig őseit tagadja meg, az elkótya vetyéli utódai tiszteletét. A hősöknek szóló tisztelgésben üzenjük az emberiségnek, hogy legyen béke a sírok felett, legyen vége az öldöklésnek, a katonasírok legyenek a béke prédikátorai. Méltán emlékezzünk hát az évszázados események forgatagában áldozatkész hősök emlékére, azokra, akik utolsó vérükig küzdöttek a haza becsületéért. A költő szavaival: a csend éjjén, kripták mélyén semmivé lesz a múlt. Fákban a testük, mában a lelkük tovább él velünk. A lélekharang kondulása közben, a gyertyaláng fényének táncában látomásszerűen jelenik meg előttünk hősi halált halt katonáink sora. Mindegyik vigyázóan állt, s nézett szembe az ellenséggel, midőn elérte a katona végzet. Imát ma, értük mondanak, az emlékezés virágai őket illetik. Őrhelyről őrhelyre vitték a véres kardot, hogy veszélyben a haza. Róluk megemlékezni szent kötelesség mindannyiunké. Az eseményen a megjelentek gyertyát gyújtottak, majd elhelyezték koszorúikat az emlékműnél. Thank you.
Az esemény folytatásaként az emlékezés és a kegyelet jegyében halottak napi megemlékezésre gyűltek össze a temető ravatalozójában a tetétleniek, ahol többek között Borbéné Fülöp Hajnalka és Mészáros Barnáné lelkipásztor is megemlékezett az elhunytakról. Toldi Gábor, nyugovóra tért lelkek. Ebben a percben rátok emlékezünk, akik már nem vagytok e földön velünk. Szomorúság járja át lelkünket, szívünket. Valahol máshol vagytok, lélekben onnan bíztattok. Arról a csodás helyről minden nap ránk mosolyogtok, nem olyan könnyű nélkületek tudni azt, hogy nem lehetünk veletek. Nem is engedjük el soha kezetek, akkor olyan magányos lenne lelketek. Számotokra a szívünkben mindig lesz helyetek. Ha eljön az idő, újra találkozunk, addig pedig rátok gondolunk. Nem mentetek el, csupán egy csodás világba léptetek át, olyan helyre, ahol nektek már senki sem állt. Egy gyertya ragyogó fénye járja át lelketek. Sosem feledjük el, drága szívetek. Demjén Ferenc Gyertyák című dalában minden benne van, amit ezekben a napokban érzünk. Gyertyát gyújtunk mindazokért, akiket nem láthattunk már régen. Gyertyát gyújtunk, és eltávozott szeretteinkre emlékezünk egy-egy szálvirággal, a soha el nem múló, örökkévaló szeretetet jelképező mécsesek meg annyi kicsi lobogó lángja mellett. Ezekben a napokban mindannyian hitünk és szívünk szava szerint megidézzük halottaink emlékét, akikkel éveken, évtizedeken át jóban és rosszban, örömben és bánatban osztoztunk. Akik családtagként, szülőként, nagyszülőként, gyermekként vagy barátként támaszt nyújtottak számunkra. Reményt és hitet adtak nekünk, akik az életünk fontos részeként, felejthetetlen személyekként kísértek végig bennünket az utunkon. Az élet mindennapi gondolatai közepette, ugyanakkor hajlamosak vagyunk megfeledkezni a kérlelhetetlen igazságról. Az élet múlandó. Minden évben, ezekben a napokban, amikor szeretteink sírja mellett megállunk, ez a megmásíthatatlan igazság döbbenetes erővel tör ránk. Állunk a sírok mellett, pislákolnak a kis gyertyák, és a lelkünk mélyén mindannyian érezzük a nagy igazságot. Érezzük azt, hogy semmi sem biztos. Mindaz, amiért az ember töri és hajtja magát, mindaz múlandó. A sok munkával és fáradtsággal elért legdrágábbnak hitt kincseink is az enyészetté válnak, válhatnak hamar. A cserépedényben őrzött kincseink, egészségünk, életünk törékeny. Ezért nagyon fontos, hogy hogyan éljük az életünket. Képesek vagyunk-e a szép és a jó dolgokat meglátni, tartalmas életet élni, és hogy amikor meghalunk, milyen emlékeket hagyunk magunk után. A csalóka csillogó homály mögött fontos, hogy szó nélkül is tudjunk tanulni drága halottainktól. Hogy megértsük a jelen és a szeretet, az emberi értékek jelentőségét. A halál és a holtakra való megemlékezés az élethez tartozik. Bármelyik pillanatban meglepheti a halál az életerős fiatalt, de az ágyhoz ragadt beteget is. Tudjuk jól, hogy semmi sem tart örökké, és egyszer mindenkinek el kell menni, és megpróbálunk rá felkészülni, de valójában erre senki sem tud úgy felkészülni, hogy az ne rendítse, és ne törje össze lelkileg. Emlékező testvéreim, halottak napján valami nagy szomorúság üli meg a tájat, s valami nagy keserűség tölti be az emberi lelkeket.
a megszokás vagy az őszinte tisztelet, a megnyugvás vágya és a szeretet, az emlékezés és a vigasztalás vágya, nem tudjuk mi, de valami a csöndes temetők felé visz bennünket. Gyertyát kell gyújtanunk, virágokat kell ültetnünk, könnyeket kell hullatnunk és emlékeznünk kell. Elérkezett most is, ebben az évben is a halottak napja. Nincs a világon egyetlen ember sem, akiknek ne lenne, akire gondolnia kell ilyenkor. Mert az elmúlás benne van a zsigereinkben. Árnyékot von egész életünk fölé. És azt vesszük észre, hogy az idő múlásával már egyre több síron kell meggyújtanunk azt a kis mécsest, azt a kis gyertyát. Édesanyám, sóhajt a költő, és vele sóhajtunk, sírunk mi is. Édesapám, drága férjem, feleségem, édes feleségem, gyermekem, drága gyermekem, drága nagyszüleim, barátom és testvérem, szeretteim, akik elmentetek és itt hagytatok, drágáim, kiket elragadott az idő, a betegség, a tragédia, akik nélkül semmivé vált és megváltozott, és árva lett az egész életem. Igen, talán régen volt már, de elcsitult már bennünk a fájdalom, elcsendesült a göröngyök zaja, és megszépültek az emlékek. A szeretet, amelyet halottaink iránt hordozunk, gondoskodott arról, hogy ők élő helyet foglaljanak el a szívünkben. Az Istentől kapott hit és reménység vigasztalásul szolgál, hogy jó helyen vannak, élnek az ő atyai jóságában és szeretetében. Lassan kínzó fájdalmak árán megtanuljuk elhordozni az elválás, elszólítás okozta szenvedést, és megtanulunk nem nélkülük, hanem úgy élni, hogy csak a szívünkben, a lelkünkben, az emlékeinkben vannak velünk. De amikor eljön a halottak napja, amikor gyertyákat gyújtunk, hiányuk egyszerre újra feldúlja az életünk rendjét, sebeink felszakadnak, és könnyeink elindulnak. Ilyenkor érezzük meg azt, hogy milyen sivár is tud lenni az emberi élet. Tisztelt megemlékezők! Ez a megemlékezés pillanata és lehetősége mindannyiunk számára fontos és meghatározó. Ezekben a napokban lehetőséget biztosít számunkra arra is, hogy ott megemlékezünk azokról az emberekről, akik a település fejlesztése, vezetése körében jelentős mértékben hozzájárultak településünk fejlődéséhez, az itt élő emberek életkörülményeinek javításához. Emlékezzünk kegyelettel néhai Tajdi József díszpolgárunkra, néhai Arnold Sándor tetétlen községért címmel kitüntetett díszpolgárunkra és volt országgyűlési képviselőnkre, néhai Gál Béla posztumusz díszpolgárunkra, településünk egykori polgármesterére, néhai Angel Mihályra, néhai Bőr Ferencné díszpolgári címmel kitüntetett pedagógusunkra, és néhai Szoboszlai Mihályné tetétlen községért címmel kitüntetett pedagógusunkra. Őszinte együttérzéssel és szívből kívánok méltóságteljes és megnyugvással teli, csendes és bensőséges megemlékezést egykori szeretteikre, ezekben a mindannyiunk lelkét megérintő őszvégi napokban.
és most kérem Önöket, hogy megemlékezésünk befejezéseként tartsanak velünk, és helyezzük el közösen a megemlékezés virágait.